Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az Édesbús dallamok után egy egészen más zenéről fogunk beszélgetni, és természetesen olyan zenéről, amelynek vendégem a tudója, Kallós Zoltán, a nemzetművész, a Korvillánc. Kallós Zoltán, a nemzetművésze, a Korvillánccal kitüntetett Kossuth Díjas néprajzkutató vendégem. Tisztelettel köszöntöm, Zoli bácsi. Köszönöm. És hát azt gondolom, hogy nagy szeretettel és tisztelettel mindannyiunk nevében a 90. születésnapján, és köszönöm, hogy itt ünnepelhetünk majd önnel Székesfehérváron. Evez a mélyre tartja a mondás, miként lett egy református kollégistából néprajzos? Emlékezzünk vissza. Hát jó kérdés. Már református kollégista voltam, és ott nagy divatja volt a falujárásnak, egy kiváló felügyelő tanárom volt, aki ez irányba terelte az érdeklődésemet. Egyszer ott járt egy a református kollégiumba a 40-es években egy debreceni cserkészcsapat, regős cserkészcsapat. Ugye testvérkollégiumok voltak a református kollégiumok, tartottak egy előadást, és hortobágyi dalokat énekeltek, anekdotákat mondtak el, és az volt a kívánságuk, hogy mi is énekeljünk valamit. Hát én elég jó hangú gyermek voltam, rám esett a választás. Én azt hittem, hogy amit én tudok, mindenki tudja. Kiderült, hogy nem. És akkor azt a feladatot kaptam tanáromtól, Nagy Gezától, következett a húsvéti vakáció éppen, hogy írjam össze mindazt, amit a faluba énekelnek. Na még ez az is hozzájárult, hogy ha valamilyen néprajzi értékről esett szó, soha nem említették a mezőséget. Kalotaszeg, Székelyföld, vagy bármelyik más magyar tehetség, Kalocsa, vagy Kövesd, vagy Sárköz. És ez valahogy bántotta az önérzetemet, és akkor én tudatosan hozzá fogtam gyűjteni. Ehhez hozzájárult még Szabóti Attilával való ismerettségem. Ő nyelvészeti kutatásokat végzett a mezőségen, és úgy válaszutóra is kilátogatott, nálunk lakott. De ő viszont textilekkel is foglalkozott, nem csak a szellemi dolgokkal. Hát Bartokék már a 900-as években kijelentették, hogy a régi magyar népzenei stílus eltűnőben van a magyar nyelvterületen. És akkor megjelent a 40-es években Palotai Gertrudnak egy írása a széki varottasokról. Jobban mondva a széki rámám varott írásosról, amit csak széken varnak. És ez elkerült Kodálynak a kezébe, és azt mondta, hogy ilyen a varottasuk, milyen lehet a zenéjük. Ők is elkerülték a mezőséget, vegyes nemzetiségi terület lévén. Van egy tanulmányuk, ahol kijelentik, hogy a mezőségi román népzenében nagy a székely hatás. Hát nem a székely hatás, hanem a magyar hatás, mert a magyarokkal értek együtt. Akkor elküldte Lajtát Székre, és ott még virágzott a régi magyar népzenei stílus, onnan rajta elment Szépkenyerű Szentmártonba. Itt az én vidékemen Járdányi Pali megírta a Kidei Magyarság világi zenéjét című monográfiáját, Vajkai Aurél népi orvoslása Borsa völgyébe, és Szabóti Attilának és Palotai Gertrudnak közösen megjelent egy tanulmányuk ismeretlen mezőségi hímzések címen, pont válaszútról és környékéről. És ugye jött a változás, akkor abban maradtak a kutatások. Zoli bácsi, mennyit segített például, milyen pozitív megerősítést adott az Ifjú Erdély lap pályázatának díja például? Hát az Ifjú Erdély az Erdély Református Ifjúságnak volt egy lapja, az nem is tudom, havonta jelent meg, és abban megkérdettek egy népdal pályázatot, hogy ki, szóval egy beadványt, hogy ki tud több népdalt vagy szebb népdalokat összegyűjteni, és ezt nekem Jagamas, nem is Jagamas, Nagy Géza felhívta a figyelmemet, és beadtuk a válaszúti gyűjtést, és első díjat nyertem vele.
akkor sok pénzót kaptam, vagy 10 forintot. Vettem egy aranyegyű tollat magamnak 5 forintért akkor. Az is nagy dolog volt. És ez nagyobb lendületet adott aztán a gyűjtéshez. Ugye én kottát nem nagyon tudtam jegyezni, de nagykeze mellém adott egy akadémistát, aki kijött válaszotra, és lejegyeztünk egy néhány népdalt, úgyhogy kottás dalokat is adtam be, és így megnyertem az első díjat. Tehát ez volt az alap. Utána pedig jött 10 000-nél is jóval több olyan csodálatos dolog, ami ugye a néprajzban ma már a gyűjtemény egyedülálló. Milyen, nyilván voltak nehézségei, de az, hogy az anyaországból... Hát a nehézség az volt, hogy a román kormány nem hogy a magyar néprajzosokat, de a románokat is úgy könyvelt el, mint nacionalisták, narodnyikok. Ahhoz, hogy folytassa ezt a munkát? És főleg az volt a probléma, hogy a Csángó vidékre szálltam rá. Annak idején bent lakó voltam, volt egy ifjúsági könyvtár a kollégiumba, és én azon végigrágtam magamat, és akkor került a kezembe Domokos Pál Péternek a Moldvai Magyarság című kötete. Ez olyan nagy hatással volt rám, hogy már akkor elhatároztam, mint kis gimnázista, hogy egyszer én oda el kell menjek. De a szerencse úgy hozta, hogy szóval mikor végeztem a képzőt, jelentkeztünk, vagy 16-on önként menjünk Moldvába tanítani, nem engedtek. De a szerencse úgy hozta aztán a katonáskodásnál, hogy választanom lehetett egy néhány város között, moldai városok közül, hogy hova szeretnék menni. Így jött Románfalva? Így kerültem aztán Románba, Román városába, tudva azt, hogy ott vannak az északi csángok. Hát ha Bákó lett volna, akkor Bákót választottam volna, ott erősebb a magyarságnak a tudata és a magyar nyelv használata. És itt is nagy szerencsém volt, mert a hadtesthez kerültem. És mind írnok dolgoztam az irodán, törzskönyvekkel, és kifogtam egy olyan periódust, ott 4-5 évenként látomozták a katonakönyveket terepen. Hogy terepen látomoztuk a katonakönyveket, egy hónapig voltunk a megyében járási székhelyeken. Ugye sok emberrel találkoztam, de volt két katonatársunk, Déli Csángó, az egyik lábnyiki és az egyik újfalusi. Az, mert minden nap volt politikai óra a katonaskodás, reggel. Mikor oda kerültünk, 18-an Kolozsvárról, egyszer csak megbökött hátulról az egyik katona, hogy műves magyarok vagyunk. Ádám István volt lábnyikról, és Kósa János Nagyfaluból. A katonáskodás után aztán felkerestem őket, Jagamassal voltunk népdalgyűjteni, és nagy segítségünkre volt ez a kapcsolat. Milyen segítséget jelentett, hogy elkezdtek az anyaországból is érdeklődni azon a környéken? Tehát gondolok itt elsősorban arra, hogy jött Andrásfalvi Bertalan, Martin György, és később Kodály Zoltán. Ismertem meg leghamarabb, Moldvával tanítottam, és volt egy nagyon jó barátom nekem a piarista gimnáziumban, Bogdán Imre, aki Andrásfalvinak távoli rokona volt, és rendeztek egy kirándulást a román tengerpartra a néprajzosok. És Berci levált a társaságtól Kolozsváron, elment Bogdán Imréhez, és mondta, hogy szeretné elmenni Moldvába. És akkor Imre megadta az én címemet, és Berci bejött Lészpedre, ott volt 3 napig, ez 55-ben volt. És akkor jött a forradalom, megszakadt a kapcsolat, utána újból felvettük a kapcsolatot, ők jöhettek, én nem mehettem, de nem is kaptam útlevelet 10 évig. És akkor megismerkedtem Martin Györgyel, Pesovár Ferivel, az ő kollégáival, a múzeumról is összehoztak, és így aztán terebélyesedett a kapcsolat, a gyűjtőutak is sokasoktak, hol zenei, hol tánc, filmezés Martin Gyurkával. A Gyurka egy ott ösztöndíjjal 6 hónapig egy alkalommal, vagy Kolozsvár környékén, vagy 25 faluban filmeztünk Gyurkával táncot. Megszületett a Balladák könyve, hogy a számtalan kiadást megért. Nálam itt most a 2014-es van,
Ez egy csodálatos olvasmány, megmutatom a nézőinknek is. Azoknak is, akik nem néprajzosok, akik alapból nem érdeklődnek a néprajz után. Engedje meg, hogy Zoli bácsi az utolsó mondatát idézzem, mert az azt hiszem, hogy tanulságos. Válaszúton született 2014. január hava. Szívemnek a fele benne van ebben a kötetben. Minden betűjéért véres verejtékkel és sok megaláztatással fizettem, de ezekre a dolgokra most már nem is akarok emlékezni, csak a jóra és a szépre. Fogadják olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel gyűjtöttem. Nos, én azt gondolom, hogy ahogy mondtam, ez egy páratlan könyv, és... Hát ezt a munkát csak önzetlenül szeretettel is odaadással lehet végezni. Melyik volt az az első pillanat, amikor kimondta magában, és tartotta magát nyilván ehhez, hogy ezt úgy kell összegyűjteni, hogy a későbbi korok is használhassák? Hát azért fájdalmas dolog, így összeszámláltam az adatközlőket. Hát itt 550 tétel van a könyvben, ebből kb. 500 ballada és 50 balladás hangulatú dal. Na most kb. 250 adatközlőt lehet számolni ezekhez a dalokhoz, és ebből sajnálatos módon már csak 22-en élnek. Ugye öregektől gyűjtöttem, és úgy elgondolkoztam, hogy mink időlnek mellőlem az emberek, és még mindig vagyok. Ugye érintőlegesen beszélt már a csángó kultúra megtalálásáról. Így tudott kiteljesedni? Tehát a mezőség mellett jött a csángó kultúra megismerése, illetve megismertetése? Hát az a helyzet, hogy nem másztam bele másnak a gyűjtő területeibe. És itt én 4 területen gyűjtöttem, ahol nem folytattak gyűjtést. Kalotaszegrénk a Nádasmenti falvai, ez 8 falu. Akkor az északmezőségi falvak Szék és környéke. Utána pedig a gyimesvölgyi csángok és a moldvai csángok. Itt nem nagyon voltak gyűjtések, és olyan dolgok kerültek elő, például a mezőségrűs balladák, amire nem is számítottak, hogy még tudják. Sajnos tavaly halt meg 2 asszony, aki érdemes lett volna a Magyar Népfőszeretmestere címre, fel is terjesztettem őket. 3-szor is, de mindig kivágták, nem tudom miért. Meghaltak, most már nincs kit felterjeszteni. De bármerre is járt, válaszút az örök a patakpartján, ahol van egy fa. Igen. Azt hiszem, a válaszúti csodán letéteményese nagyon is tudja, hogy milyen nehéz volt például a múzeumot, azt az egyedülálló múzeumot létrehozni. Hát a 80-as években már szerettünk volna összehozni egy népfészeti múzeumot válaszúton a pappal, Gudorral, ugyanis üresen állt a kántorilag, egy ilyen régi gerendás mennyezetű épület volt. Ki is vittem egy csomó holmit, de aztán megtudták a szekusok, és kijött a kultuszinspektor válaszútra, a megyei, és megtiltotta a papnak, azt mondta, hogy csak egyházi vonatkozású dolgokat lehet kiállítani. Szerencsére eldugta az anyagot, aztán kénytelen voltam visszavinni Kolozsvárra, utána pedig kijöttek hozzám leltározni a múzeumtól. Még az ágyon lévő párnákat is felleltározták, a varrottasokat. Ha csak az elmúlt negyed század eredményeit nézem, tehát amelyet a Kallós Zoltán alapítvány elért, ugye 1992 az első mezőségi művelődési központ. Ez ugye alapvetés, azt hiszem, hát hogy a kultúránk legyen művelődési központ. A családi házat és birtokot annak idején 50-ben elkóbozták. Apámat elítélték szabotázsért, hogy többet vetett, mint amennyi a vetési terve volt. Tehát nem volt sok földünk, 10 hold a ház mellett. 6 hónap elzárás és teljes vagyon elkobzása. Én akkor Vistán tanítottam, úgyhogy mindenünket elvették, egy csomó gyűjtésem is ott maradt, román ikonok, többek között sok. Én, mint református, már a 40-es években gyűjtöttem ezeket a dolgokat is. Vistán tanítottam, és onnan bekerültem az akadémiára. Ez is érdekes dolog, hogy kerültem be, mert annak idején vittem egy büntető szerszámot a múzeumba, az ifjú Kost Károly volt a falu múzeumnak az igazgatója. A Nádasmetén azt mondják, hogy ha tenyerest adsz a gyermeknek, hogy palágát adsz.
Mákofalván egy ilyen hosszú szerkezetet találtam, 1826-es évszám rajtas, ki volt dobva a tornászt, és kérdem a házigazdától, jó barátomot, Jánoska Jánost, hogy ezt mire használták. Azt mondja, hogy az ő kapja, a legénybíró volt, és elbüntették a legényeket. Fenekelték. Bevittem a múzeumba, és kérdem Kós Károlyt, hogy mivel dolgoznak, mondja, hogy csinálják az város monográfiáját, és hogy ő van megbízva a cigánytelepek felmérésével. De olyan nehéz a bizalmukba férkőzni, hát miért mentek vagy kitelepíteni, vagy tetvezni őket. Nem tudok valakit, aki tud cigányul. Mondom, én tudok cigányul. Visszamentem Vistára, kapok egy telefonértesítést, hogy menjek be a folklorintézetbe, bementem, és akkor Jagamassal kimentünk a két víz közé cigány népzenét gyűjteni. Azért mentünk oda, mert ott volt egy oda telepedett válaszúti család, és nem mehettünk volna be akárhogy egy idegen házhoz. De nem jutottunk el odáig, mert amint mentünk, ének szűrődött ki az egyik udvarról, egy fiatal asszony altatta a gyermekét. Bementünk, összebarátkoztunk, áthívott még két asszonyt, azokat megénekeltettük. Másnap bejöttek a folklorintézetbe, fonográf felvétel, akkor magról nem volt. Én írtam a szöveget, fordítottam, visszamentem újból Vistára. És voltak ezek a néprajzi gyűlések havonta a néprajzi katedrán, bejártam, mert érdekelt. És akkor Jagmas egy alkalommal megkérdezte, hogy honnan jöttem, Vistára, ki jött Vistára gyűjteni. Visszamentem Vistára tanítani, egyszer csak kapok újból egy telefonértesítést a községházáról, hogy menjek be a Művészeti Akadémiára. Bementem a Zeneművészeti Akadémiára, egy nagy bizottság felvételi, énekeltem egy román, egy cigány és egy magyar népdalt, így bekerültem az akadémiára. Ez segített egyébként? Hát segített, mert 5-3 fél év volt a folklór, és nekem az jól jött, hogy megismertem a dialektus területeket, valamennyire megtanultam népdalt jegyezni, Jagamas külön is foglalkozott velem, és Márkus Albert egy kiváló szolfés tanárom volt, az is külön foglalkozott velem. Nekem ez volt a lényeges, hogy valamennyire megtanuljak fül után jegyezni. Amikor jöttek a gyűjtések, Jagamas nem tudott jól románul, ő Bartók Kodály tanítvány volt, Biharba voltunk Bartóknak a nyomdokain román népzenét gyűjteni, akkor Moldvába voltunk egy alkalommal, egy egész hónapot ketten, hol gyalog, hol szekérrel, olyan volt a körülmény abban az időben. Zoli bácsi, amikor a művelődési központ megnyitott, bizonyos volt abban, hogy szükség van népzene és néptánc táborokra? Volt rá igény? Hogy az elejétől kezdjem, én annak idején, mikor visszakaptuk a házat, felajánlottam a református egyháznak. Bementem a püspökségre, a jogtanácsos egy választotti fiatalember volt, Lukács Feri, meg is csináltuk az ajándékozó levelet, és Csiha püspök úr azt mondta, hogy öregek házat. Mondom, nem. Fiatalok nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint az öregek. Így aztán megalakítottuk a Kalos Alapítványt, mert nekem pénzem nem volt rá, hogy felújítsam az épületet. 40 év alatt, amíg ott volt a közös gazdaság irodája, még egy szeget se vertek bele. Úgyhogy 3 helyen be volt ázva az épület, annyira nem mentek, hogy egy cserepet arrébb tegyenek. Felújítottuk az épületet, ugye megalapítottuk a Kalos Alapítványt, és akkor kellett valamit felmutatni szerintem. Beindítottuk a táborokat, a legelső tábor az szorványtábor volt, egy kézműves tábor gyerekeknek, és sok gyerek feljött a faluból is. És akkor az egyik tanítónő, aki unokahúgom, székre ingázott Szamosújváról, most ő az elnök az alapítványnak, Balázs Bécsi Gyöngyi, azt mondta, hát ha ennyi magyar gyermek van a faluban, miért nincs magyar iskola? Mert 25 évig nem volt magyar iskola, megszüntették a magyar iskolát, ugyanis a helyi cigányok, református magyar cigányok mind a magyar iskolába jártak, és egy adott pillanatban egyik napról a másikra hivatalban mind átírták őket a román iskolába, hogy gyengítsék a magyar vonalat. Meggyőztek, vagy 2-3 magyar szülőt, hogy ne adja a magyar iskolába a gyermeket, és bezárták a magyar iskolát. Akkor végigjárták a falut a pappal,
és az emberek akarták a magyar iskolát, úgyhogy beindult. Nehéz volt, mert megindult az ellenreakció, ugyanúgy, mint Moldvában a csángoknál. Úgyhogy 4 gyerekkel beindult, most vannak vagy 120-130-an gyerekek, 1-4 osztályosok és 9-10 osztályosok mezőgazdasági szakiskolások. Miként lehetett a magyar pedagógusokat visszacsábítani az erdélyi születésű magyar? Nem kellett csábítani, mert felmérték azt, hogy itt igazán lehet dolgozni. 20-valamennyi faluból vannak gyerekeink a környékről, olyan falvakból, ahol 15-20 magyar van, de nem, hogy magyar iskola nincsen, román iskola sincsen. A román állam nem érdekli ez a probléma, úgyhogy lesz egy csomó román alfabéta a véglegesény. Például jött egy asszony, szarvaskendőlőt, hogy beírassa a gyerekét az iskolába hozzánk, és a helyi titkárnő feltette neki a kérdést, hogy miért nem iratja a román iskolába. Azért azt mondja, mert a nagyobbik román iskolába járt, elvégezte a 4 osztályt, és nem tud írni, olvasni. Úgyhogy odaadta hozzánk, olyan gyerek van, aki keveset tud magyarul, vagy egyáltalán nem is tud magyarul. A gyerekeknek kb. 26%-a vegyes házasságból jön, most mind odaadják hozzánk. A mezőségi szorványkollégium és művelődési központról kérdezem, hiszen ez is egy fontos lépcső volt alig 10 esztendeje, amikor sikerült ezt megnyitni, és azóta is működik. Hát én pontosan már nem is tudom mikor. Az első táborral indult mi, és akkor tanfolyamokat szerveznek, sok mindennel dolgoznak a munkásaink. Azzal, hogy a Népművészeti Központ is megnyílt, tehát kiteljesedett teljes egészében, egy egységes kerek egész. Hát a múzeum nekem egy gyermekkori álmom volt, most gyönyörűen be van rendezve 8 terem. 3 mezőségi, mert nekünk azt kell bemutatni, főleg ott a mezőségen élünk. Utána van 2 kalotaszegi, egy nádasment és egy havasai falvak. Akkor van egy román és egy szász és egy csángó részleg. Amikor a gyűjtésről beszélünk, gyakorta a szememre vetik, hogy túlságosan sokat foglalkozom a múlttal, tehát a múltban révedezem. Ezt gondolom már mondták önnek is, én pedig amikor itt csak felsorolás szintjén hagyd mondjam, hogy amikor az oktatási program, illetve a népzeneiskolák elindultak szépen sorban, tehát Nagysármáson, Kolozsváron, Válaszúton, művészeti alkotóházak létesültek. Én azt tartom, felsőtökön mezőgazdasági tangazdaság mind-mind hozzátartozik a hétköznapokhoz és az ünnepeink. Igen. Tehát ünnep enélkül nincsen. Ez tudatos volt, Zoli bácsi? A zeneiskolában van kb. 80 gyerekünk, akik hangszerezzenét tanul, főleg primások a legnagyobb része. És a mezőgazdasági szakliceumban egyelőre 30 gyerek van, 9. és 10. év folyam, de jövőre biztos, hogy még vagy 15, vagy lehet, hogy még több. Miként talált munkatársakat, elkötelezett pedagógusokat, munkatársakat, segítőket? Hát kiváló munkatársaink vannak, olyan is van például, hogy városról kijött Válaszútra. A volt tanfelügyelő oda jött hozzánk, de van egy nagyon ügyes gyerekünk, aki most mestervizsgázik a mezőgazdasági főiskolán, Szilágy Sámsoni. A múlt héten volt egy inspekció Kolozsvárról, és azt kérdezte tőle a főtanfelügyelő, hogy megéri neki Válaszútra kijönni. Azt mondta, igen, azt mondja, most jöttem haza Németországból egy ösztöndíjas kurzusról, és ide jöttem. Ez egy csodálatos életút az öné. Mit kívánjak a boldog születésnap mellé? Jó egészségben van, láttam, hát tegnap sokat mosolyogtak a köztársasági elnök úrnál, és azt hiszem, hogy Csukás István mondta egyszer, nem is, azt hiszem, hogy tavaly, hogy bárahányszor találkoznak Novák Tatával együtt, akkor ott mindig a vidámságé a főszerep. Van okunk a vidámságra? Hogy? Nem értem. Van okunk a vidámságra, Zoli bácsi? A mosolyra? Hát nagy öröm ott lenne a gyerekekkel, és úgy látom, hogy most teljesedett be az én álmom minden, amit akartam. A gyerekkori álmom volt egy múzeum is most. Hát Orbán Viktortól kaptunk egy olyan ígéretet, hogy kibővítsük a múzeumot. Várom a reakciót rá, hogy lássuk, mikor kapunk támogatást.